tízből nyolcan megterhelőnek érzik az inflációt Ausztriában, ez derül ki egy ottani felmérésből. Miközben Európa szerte folyamatosan nő az infláció, Magyarországon a kormány által bevezetett árstoppok és a rezsicsökkentés hozzájárulnak a drágulás fékezéséhez. Itthon az árstoppok sorsáról hamarosan dönt a kormány, már a héten kiderülhet, hogy mi lesz az élelmiszer árstoppal, ami május 1 érvényes. Szinte minden drágább lett a boltokban. A vaj, a tej és az is, amit a gyerekeknek kell vennünk. Eddig hetente általában 150 eurót költöttünk élelmiszerre, most már 200 eurónál tartunk. Panaszkodott ez az osztrák férfi Martonban. Ausztriában egy kiló csirkemellért vagy sertéscombért nagyjából 4500 forintot kell fizetni. Ez a sertés comb, ugye ez az az arstoppos. Itthon viszont az osztrák ár egy harmadáért is hozzá lehet jutni ezekhez a hústermékekhez. Ebben a hazai hentes üzletben például alig több mint 1300 forint a sertés comb kilónkénti ára. Ausztriában az elmúlt hónapokban nagyjából 10-20 kal nőttek az árak a boltokban, és amíg itthon húsvétkor tele voltak vásárlókkal a boltok, addig Ausztriában a várakozásokkal ellentétben elmaradt a húsvéti vásárlási roham. Nem csak az élelmiszerek, a tankolás is jóval olcsóbb Magyarországon, mint a szomszédos országban. Ausztriában egy liter üzemanyag átszámítva csak nem 700 forintba kerül, vagyis literenként több mint 200 forintot spórolhatnak azok az autósok, akik Magyarországon tankolnak. Az elszálló inflációt és a drágulást egyre nehezebben viselik az osztrákok. Egy felmérés szerint 10-ből 8-an megterhelőnek tartják az áremelkedést, különösen a bevásárlásnál és a tankolásnál. Ez derült ki egy nemzetközi közvéleménykutató intézet felméréséből. Azt is vizsgálta ez a kérdőív, hogy vajon milyen megoldási stratégiája az embereknek ilyen körülmények között. Nos, 60 uk azt mondta, hogy a közeljövőben az alapvető létszükségletet fogja bevásárolni, semmi felesleges dolga nem fog pénzt költeni a másik részük pedig 40%-uk a fűtési költséggel próbál spórolni. A felmérés szerint az osztrákok csak nem kétharmada sokalja a fűtési díjakat. Magyarországon azonban a rezsicsökkentésnek köszönhetően nem kell aggódniuk a magyaroknak amiatt, hogy drasztikusan megemelkedne az áram vagy a gázára és amíg itthon húsvétkor is teltházasak voltak a szállodák, Ausztriában egyre kevesebb a vendég. Kevesebb a vendég, spórolnak az emberek, kritikus időszak előtt állunk. A húsárak például már majdnem 40 kal nőttek, mondta az M1-nek az egyik osztrák étterem tulajdonosa. Magyarországon az árstoppok beváltak, amellett, hogy anyagilag segítik a magyar embereket. Erről Gulyás Gergely miniszter beszélt a legutóbbi kormányinfón. Szerinte az árstoppok már csaknem 4,4% ponttal mérsékelték az inflációt. Négy árstoppnak az inflációt leszorító, az inflációt mérséklő hatása, jelentős, 13 százalék lenne ezen árstopok nélkül az infláció, ami így 8,6 százalék. A kormány számításai szerint a rezsicsökkentés csak nem 2 százalék ponttal, az üzemanyagástop másfél százalékponttal, míg az élelmiszerástop 1 százalék ponttal járult hozzá a teljes infláció mérséklődéséhez. A hazai inflációs adat Európa szerte a legjobbak között szerepel, itthon ugyanis több szomszédos országhoz képest is alacsonyabb volt márciusban a pénzromlás mértéke. Vagyis az árstopok és a rezsicsökkentés hatására hazánkban kevésbé emelkednek az árak a boltokban, és a fizetések is jobban őrzik vásárló értéküket. A május elsőjével megszűnő élelmiszerárstopról várhatóan már a héten dönt a kormány.